Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Sziasztok, jó estét! Lorán ez már. Ja, jó, oké, Lorán, mondd, szia! Mi a szitu? Hogy vagy? Ja. Köszönöm szépen, nagyon jól vagyunk, minden remek, megvan az ideális megfelelő kedvet, meghozza a szép a napsütés. Figyelj csak, pár kérdés erejéig jöttem be csupán, már itt vagyok egy ideje, és ide vonzom az én hallgatóimat is. Ez nagyon jó. Ezért hát fel szeretnék tenni pár kérdést. Aha. Ugye nem akarom elhúzni sokáig, csupán egy... Tényleg nem akarok túl sokat beszélni róla. Egyszerűen az lenne a kérdésem, hogy Jakusát hogyan és miért olvassák ki a keresztények a Mózes 5 könyvéből. Nyilván ez lehetséges, hogy nekem ez egy hosszú felvezetés kéne, hogy legyen, hogy én ezt megértsem, vagy mások megértsék, de nem lehetne ezt pár szóval elintézt. Vagy hogyha kitérnénk egy általában ugyanazokat a szövegeket hozzák fel a keresztények, valamint azok, akik Jézusban vagy Jakusában hisznek. Van többek között 5 Mózes 18. fejezetet tegyük fel, hogy azt miért gondoljátok, hogy az egy profécia. Például ezt többször körül rágtam, meg körül átolvastam. Ugye 5 Mózes 18. Jól mondtad, 5 Mózes 18-15. Profédát támogatnak egyet. És hogy profécia, ugye? Hogy hogyan jelent meg Jézus a Tórában számotokra, ha lehet minél konkrétabban, ugye, mert puritán gondolkodások vagyunk sokan, főleg akik monitorások vagyunk, azok mi puritán módon gondolkodunk. Tehát az azt jelenti, hogy az átvitt értelmezésekkel nem fogunk elrugaszkodni nagyon. Tehát, hogyha átvitt értelmezésről van szó, akkor csupán annyit engedünk meg magunknak, ami magától értetődő majd, hogy nem. Mint például, amikor azt mondta Ábelnek, vagy bocsánat, Kainnak a teremtő, hogy hol van a te testvéred, és akkor visszaválaszol, hogy ki vagyok én, hát az őrizője, és akkor a teremtő azt mondja neki, hogy hogy a te testvéred vére a földből hozzám kiállt. Ugye itt tudjuk, hogy a vére nem kiáltott hozzá a földből, de tele van a Tóra ilyen átvitt értelmezésekkel. Ezeket nyilván megértjük a szövegkörnyezetből, szóval nem kell, hogy elrugaszkodó átvitt értelmezéseket adjunk más szövegeknek ezért, mert vannak benne ilyen kis átvitt értelmezések. Szóval ezért hát amennyire lehet, igazodjatok az olyan gondolkodókhoz, akik puritán gondolkodásúak, egyszerű gondolkodásúak, mint hogyha ott ülnénk Mózes lábánál, ugye, és hallgatnánk Mózest, akkor hogy azt fogják érteni alatta mások majd, ugye, mert ők nem értették alatta azt, hogy ez egy Jézus majd, vagy Jahusa a jövőben, vagy akárki. Például vegyük 5 Mózes 18. fejezetét, hogyha nagyon valamilyen szövegről akarunk beszélni. Hogy az miért? Aha. És miért profécia? Ez lenne a következő kérdésem, hiszen számomra nyilván nem az, de miért az számotokra? És ki az, aki elmond? Igen? Függően attól megválasztod, hogy mi az, ami kedvező a te teológiádnak, hisz szó szerint azt írja, hogy a vére kiállt a földből. És hogyha elfogadjuk azt, hogy a semmiből teremti a világot, és a földből formálja meg az embert, és ez lehetséges, hogy az órába leheli az élet leheletét, akkor az is lehetséges, hogy a vér kiált hozzá valamilyen spirituális módon. Szóval én nekem nem kell megmagyarázni, hogy mit jelent ez, hisz le van írva. És ezért furcsa az, hogy azt mondod, hogy mi vagyunk azok, akik belemagyarázzák, miközben én csak olvasom, ami le van írva, az pedig az, hogy a vére kiállt a földből, és úgy tűnik, hogy te vagy az, aki megmagyarázott, hogy nem azt jelenti, ami le van írva. Ez az elsőre a válasz, a másodikra a válasz, az még egyszerűbb, az pedig az, hogy prófétát támaszt neked, Jahua, a te Elohimette közüled, ez a definíciója a proféciának, ami egy jövőre vonatkozó közlés a jelenben.
Ezért értelmezzük úgy, mint egy proféciát, hisz a profécia azt jelenti, hogy egy kinyilatkoztatás a jövőre nézve. Amit itt mond, olyat, mint azt, azt hallgassátok majd a jövőben, tehát ez egy profécia. Olyat, mint te, az én igényemet adom annak a szájába, megmond neked, nektek mindent. Szóval ez csak definíció szerint profécia, Elohim szavát kinyilatkoztatja egy ember a jövőre nézve. Ezért értelmezem úgy. Szóval nem csak én vagyok az, aki nem úgy értelmezem, ahogy le van írva, hanem ez mindenkire jellemző, mert a Biblia ilyen. Nekem is ez a válaszom rá. Erre a két kérdésre. Most nem tudom, hogy mit mondasz te arra, hogy te hogy értelmezed, hogy Ábel vére kiállt a földből, de mégse. Mit jelent az akkor? Ugye a szöveg az nem ad rá túl sok magyarázatot, hogy hogyan kell azt érteni. Így hát mindenki úgy érti nyilván, amennyit a Tórából összeszed információkat, ha esetleg nagyon akar ehhez extra. De én azt gondolom, hogy amikor én azokat a sorokat olvasom, akkor én Kainként azt értettem volna meg, hogy tudom, hogy te voltál. Meg van halva, ott van a mezőn, halott. Szóval megöltem. Tehát én értem azt, hogy te ebből más dolgokat is tudsz kiszedni, hogyha akarsz, de hát ennél többet nem tudom, hogyha kell, mert maga a Tora nem ír hozzá más magyarázatot. Ezt csak egyszerűen úgy értem, hogy ha én Kain lettem volna, akkor én értettem volna, oké, vágom, oké, ezt tudja, hogy mit csináltam, meghalt a másik, és a vére a földön van. Szóval én ezt érteni maradtam. Igen, de... Lehetséges, hogy hozzá kéne tenni sok minden mást, meg azt, hogy tényleg a földből kiállt. Csak nem voltak olyan hülyék, hogy azt gondolták, hogy a földből a vér kiáltozott a teremtőhöz. Szóval gondolom, hogy akkor mivel nagyon sok áthit értelmezés van még ilyen fajta. Mostan nem jut eszembe Egy pillanat, amíg csak ehhez nagy tegyem már hozzá, mielőtt elmegyünk. Mindjárt. Azért, hogy lásd, ott nem lehet azt érteni szó szerint, csupán azt, annak az áthit értelmezését, mert felnőttként azt kell, hogy értsed, nem vagyunk gyerekek. Tehát, mire gondolsz, hogy nem vagyunk gyerekek? És az, hogy a szamár beszél Bálámhoz, azt elhisszük, de a vér nem tud kiáltani. Ezt mondom, hogy az, amit elmondtál, hogy ezt úgy értelmezem, Káinként, hogy nem is emlékszem sajnos pontosan, azt mondtad, hogy ez azt jelenti, hogy meghalt és vádolja, ez már egy értelme, tehát ezt már hozzátetted a Tórához, hisz ez nincs leírva. Szóval mindegy, hogy hogyan értelmezed, én ezt mondom, akárhogy értelmezed, az már egy hozzátétel lesz, ez az értelmezés lényege. De az, hogy az elképzelhetetlen, hogy a vér kiáltson a földből, egyáltalán nem elképzelhetetlen, az is elképzelhetetlen, hogy hétszer körülmegyek egy városon, kiáltok egy nagyot, és leomlanak a falai. Az nem vagyunk gyerekek, hogy elhiggyük, hogy egy ember ketté választja a tenger. Mindjárt befejezem, és aztán mondhatod. És aztán utána elmondod, aztán én reagálok rá. Szóval, ha nem vagyunk gyerekek, akkor miért hisszük el azt, hogy egy bot kígyóvá változik, vagy a víz vérré változik, vagy békák esnek az égből, vagy meghalnak az elsőszülöttek varázsütésre, vagy a szamár beszél, vagy leomlanak a falak, vagy a kígyó a kertbe beszél az emberhez, vagy a porból lehet ember gyúrni, a semmiből előállnak a dolgok, miért pont a vér nem tud kiáltani a földből? Szóval ez mind az demonstrálja, amit mondtam, hogy az a Tora, a csak Tora mozgalom ugyanúgy hozzá a dolgokat a Tórához, mint az összes többi, csak azokat elfogadja, azért, mert az igényli a teológiája, hogy azt elfogadja. A többire meg azt mondja, hogy ez már nem fér bele. Ez az, amit mondani akarok. Az többi, amit el kell hinni, hogy az úgy volt, és nem átvitt értelmezés, hanem megtörtént dolgokat sorol fel, mint például, hogy békák jöttek, meg nyílt a tenger, az egy történetnek az elmesélése, ami úgy történt. Mint és ahogy ez is. Nem vagyunk gyerekek, elhisszük, azért hiszük el, mert annak teljesen más, sokan nem hiszik el ezt, nem? Tehát sokan nem hiszik el, mi azért hiszük el, nem azért, mert ez egy átvitt értelmezés, mint például a vér a földön, hogy hozzá kiállt, az egy átvitt értelmezés kell, hogy legyen, legalábbis nem feltétlenül,
hanem azt gondoljuk mi. De hogyha nem, hát az lényeg. Lenne probléma számomra, hogyha nem az lenne. Nyilván átvitt értelmezésben gondolkodok én, mert nem tudok más csinálni felnőttként. De az, hogy ketté nyílt a tenger, az nem egy a kettő. Tehát ez teljesen más dolog. A Szamarat, amikor megszólaltatta az angyal, ugye, és hogy ez is hogy jön ide, ugye, mert ez az, hogy elhiszünk-e vagy semmit, nem arról van szó, hogy mit hiszünk el, meg mit nem, hanem arról van szó, hogy mi átvitt értelmezés, és mi nem az. Tehát, hogy átvitt értelmezése az, de nem erről akarok én beszélni, hiszen nekem tök mindegy, hogy kiáltotta vél hozzá, pedig nem. Én egyszerűen én azt gondolom, hogy felnőttként, és hogyha egy olyan ember, aki üres fejű, tegyük fel, hogy nincsen leharcolt agya ilyen vallásilag, hanem valamivel tisztán, mint a miénk. Nyilván ilyen nem nagyon van, mert így is úgy is magadba szívtál valamiket, még akkor is, ha pogány vagy. Tehát, hogyha már úgy értem, hogy számomra is azokat, hanem hogyha olyan értelemben, hogy ha nem foglalkoztál a kérdéssel egyáltalán vallásokkal, mint ahogy én nem foglalkoztam. Tömködve az agyad, ugye? Ség? Mint ahogy én nem foglalkoztam, hiszen én nem voltam vallásos soha. Ahogy nem foglalkoztam. Szóval én úgy értelmezem, ahogy le van írva. Nem gondolom, hogy foglalkoztál valamilyen teológiával. Tehát egy teológia az, amivel foglalkoztál, nem? Tehát végül is ezeket a négereket hallgattad, meg akárkiket, elmondtad te, hogy hallgattad őket? Mint ahogy mindannyian valahonnan tanult. Mesiás hívők voltak. Szóval, nem, ez egyébként nem igaz, amit mondasz mellesleg. Ez nem igaz, amit mondasz, mert én már akkor tudtam... Nem, ez nem így van. Én már akkor találkoztam a Torah Only mozgalom, amikor neked még fogalmad se volt, hogy ilyen létezik. Én már akkor ezt hallgattam. És én mondtam, mikor találkoztam. De azt akarom mondani, Lóránt, hogy én ezen már túl vagyok. Én ismerem ezt a mozgalmat, én rengeteg időt szántam arra, hogy megismerjem annak idején 6 évvel ezelőtt. Pontosan tudom, hogy mit jelent a Torah Only mozgalom. Ismerem az egész koncepciót, még csoportokat is, akik ezeket képviselik. Én ezen átmentem, meghallgattam őket, értem, nem értek egyet vele, mentem tovább. Én azt állítom, hogy akkor, amikor értelmezünk egy természet fölötti jelenséget, mint az, hogy a vér kiált hozzá, a vér tud kiáltani hozzá, hisz az ember élete a vérben van, Mózes 3. könyv 17-es vers leírja, szóval az ember élete a vérben van, és ezt adta nekünk, hogy engesztelést szerezzen érte. Szóval a vér képes valamilyen módon kommunikálni vele. Most, hogy ezt te elhiszed, vagy nem, az a te dolgod, de ez van leírva, hogy kiállt a vére hozzá. Szó szerint ez van leírva. Nekem nem kell értelmezni, nem kell hozzátennem semmit. Ez esetben te vagy az, aki hozzáteszi azt, hogy nem az van le, az jelenti, ami le van írva. Míg mikor én csinálom azt, akkor ez egy probléma. Ez az, amire fel akartam hívni a figyelmedet. A másik az, hogy azt mondod, hogy amikor szétválasztott a tengert, az úgy is történt. Mikor a vér kiáltott a földből, az úgy is történt. Érted? Ez ugyanezt el lehet mondani erre is. Ez kellene, hogy meglássa, hogy semmiben nem különbözik a csaktól, a mozgalom az összes többitől. Az ugyanúgy egy teológia, az ugyanúgy egy értelmezése a Bibliának, mint az összes többi. Semmibe se jobb, mint az összes többi. A szemtanút a vérnél ott nem, de nem mindegy, hogy vannak-e szemtanút, ha nem fogadod el igaznak a történet. Nem, várjál akkor most már. Azt mondod, hogy ott nincsenek szemtanúk, akkor ne fogadjuk el az egész történetet, mert nincs rá szemtanú, hogy Káin megölte Ábelt. Van szó, hanem arról van szó, hogy itt átvitt értelmezésről lehet szó. Szerinted. Lehet szó arról, hiszen azt mondja Káinnak, hogy ugye arra reagál, amit Káin mondott. Igaz? A Káinnak a szavaira reagál a teremtő. Ki akarta vonni magát alulla, vagy nem így volt? Azt mondja, mit tudom én, hogy hol van? Hol van? Vagy mit csináltál vele? Mi a kérdés? Nem emlékszem. Mit cselekedtél? És azt reagál Káin, hogy honnan tudjam, hogy hol van, vagy én körizője vagyok neki. És erre reagál a teremtő valahogyan. És ezt a reakciót, hogy szó szerint veszük-e vagy sem, ez nem egy történetnek az elmesélése, hanem egyszerűen én azt gondolom, hogy a teremtő reagál rá ugyanazon módon, ahogy Kain reagált neki. De legalábbis én ezt látom de az egészben. De mondja. Most lehet, hogy nem ez történt, hanem egy teljesen más dolog történt. Ott elmondta, hogy
a vér mit csinált a földből, ott száj, nincs szája a vérnek. Nem hogy kell, hogy legyen szája, Jahuának sincs szája. Tehát aki kiállt, annak, érted, a szamár az előbb említette a szamarat, annak a szamár az egy fizikális létező, Jahua nem egy fizikális létező, Jahuának nem kell, hogy azt hiszed, hogy Jahua egy ember ott fönt? Az mégiscsak egy valami, ami nem tud kiáltani, tehát az... Mondod te, de nem tudod bebizonyítani a Tórából, hogy nem tud kiáltani, míg én be tudom, hisz ide van írva. Jahua maga mondja azt, hogy kiált, szóval most már ott tartunk, hogy Jahua nem azt mondja, amit mond. Vannak átvétél, Tórában nem egy, nem kettő, hanem szerintem akár százával is vannak. De onnan tudod bebizonyítani, hogy ez pont egy azok közé? Megfigyelem majd, és felsorolom majd, mert ezzel fogok foglalkozni. Azért fogok foglalkozni, mert az átvitt értelmezés, ami elviszi a kereszténységet a bálványimádás felé. Nézd, azt nehéz lesz bizonyítani, hogy az átvitt értelmezés az. És pont ezért hoztam fel az 5 Mózes 18-at, mert én azt gondolom, és te azt mondod, hogy ott proféciáról van szó, azért, mert azt mondja, hogy a jövőről mond valamit. Hát mi? Kijelenti, hogy a jövőben mond, mi lesz. Akkor, akkor mondd el te, hogy szerinted mi a proféciának. Van, létezik profécia szerinted a Tórában egyáltalán? Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja. Egyetlen egy. Létezik olyan, hogy a teremtő megmondja, hogy mi fog történni a jövőben. Az profécia szerinted? Van. De az a definíció létezik olyan profécia. Az a definíció. Nem feltétlenül minden szövegnek az a definíció, hogy az egy profécia csak azért, mert valamit a jövővel kapcsolatosan mondasz. Aha. Ha én azt mondom, hogy figyelj, hogyha én azt mondom, hogy építő vagyok, aha, és én azt mondom valakinek, hogy ti ne csináljátok úgy, mint a szomszédok, hogy a nálatok az építés vezető pink, vagy vagy építész. Hanem nálatok az építésvezető legyen egy iskolázott, mit tudom én, hogy hívják ezeket, építészmérnök. Szakember. Építésznél mérnök legyen nálatok. De hozzátok nem. Mindegy is egyébként, mert amit most mondasz, annak semmi köze ahhoz, ami le van élve. Ez egy tök más. Elmondom a módját annak, hogy mi a módja annak, ahogyan kommunikálni fogok veletek. Nem erről van szó abban a fejezetben? Ha a 9. verstől olvasod, akkor felsorolja, hogy a pogányok hogyan kommunikáltak a hatalmasságaikkal. Hát de álljon már meg a menet, hát figyelj, mert felolvasom neked, mert ugye egyszerűbb lesz szerintem, ha felolvasom. Azt mondja, 17-es... Hát az a legjobb, hogy elolvasom. Persze. Ez Mózes 5-ös könyve. Szóval Mózes az, aki írja. Az Úr pedig mondja nekem, jól mondták, amit mondtak, prófétát támasztok nekik. Ez nem egy profécia Jahua szájából? Lekéstél, mert itt már nagyon, itt előre ugortunk valahova, és kiemeljük. Két verszakot ugortunk előre valójában, 15-östől kezdődik. Nem, a 9-estől olvasom. Mindegy, oké, akkor azt... A szövegkörnyezet már nem számít. Nézd, hát azt nem tudom, hogy mit változtat azon, hogy Jahua azt mondja, hogy prófétát támasztok nekik az ő atyuk fiúk közül. Szóval mi lehet olyan kontextus, ami meg fogja változtatni ennek az értelmét? Az, hogy leír kettő kommunikációs eszközt, egy jót és egy rosszat. Nem azt mondja, hogy én majd támasztok valakit, akire nagyon figyelnetek kell. Hát pedig úgy tűnik, hogy azt mondja. Az az ember, aki üres fejjel gondolja, én szerintem az... a 100 milliárdból, érted? Olyan nincsen, én az vagyok. Mondja, hogy itt arról van szó, hogy küld egy speciális személy. Hát ezt mondja ő. Ez most... olyan... Én nem tudok mit csinálni. Nem igaz. Nem igaz. Nem igaz. Nem, a szövegkörnyezet nem számít neked. Nézd, a szövegkörnyezet nem mutat neked kettő kommunikációt, érted? Hogy van egy olyan kommunikáció, ami nem működik, csak jó. A pogányok és a saját istenei között, az egy utálatosság. Íme az a kommunikáció, ami köztem és köztetek működik, ez így néz ki. Most? Küldök nektek, nem egy véget. De most küldöm neked, vagy a jövőben? Nyilván a jövőben. Jó, akkor csak ott tartunk, amit mondtam, nem? Hát ugyanoda érkeztünk, amit mondtam, hogy a jövőre vonatkozó proféciát mondja Jahua a saját szájából. Szóval akárhogy nézzük a kontextus, úgy ugyanoda, hogy most mondtad. Szóval mindegy, hogy milyen csak kontextus. Csak az a probléma, hogy a
pogányságnak, hanem az, hogy van egy alak, akit várni kell ebben a személyben. Közben csak azt írja le, hogy hozzátok, proféták fognak jönni, és azok fognak beszélni. Értem, hogy profétát mond, mindig egyet, nem? Küldök egy profétát, vagy hogyha én úgy beszélek, hogy egyes számban, az nem azt jelenti, hogy egyetlen egy személyt kell várni, nem a jövőben, egyelőre... azt jelenti, hogy ezek a személy... Egyelőre az a probléma, hogy neked egy darab prófétát se küldött Jahua, hiszen te csak a Tórát fogadod el, szóval rád ez nem is vonatkozik, ez az egyik. A másik pedig az, hogy amikor az, nem arról volt szó, hogy értelmezi a kereszténység, most ott leragadtunk, hogy ez egy profécia-e vagy sem. Ez a dilemma. Nem az, hogy ez Jézusra vonatkozik. Mindjárt mehetünk tovább, hogy ez Jézus-e. De szerinted nem. De az előbb azt mondtad, hogy ez egy a profécia definíciója az, hogy a jövőre vonatkozó kinyilatkoztatás Jahuától. És ez a jövőre vonatkozó kinyilatkoztatás Jahuától, ennek ellenére azt mondjuk, hogy ez nem egy profécia, sőt már az is elhangzott az előbb, hogy ez nem igaz, és én vagyok az, aki nem azt értelmezi, ami le van írva. Érted a dilemmát? Meg a problémát? Azért nem is dilemma, azért nem egy profécia, ugye, mert nem, maga a Tora nem magyarázza azt, ugye, nem mondja azt, hogy lesz egy bizonyos speciális személy, akit várni kell. Hát ezt mondja, hanem, itt ezt írja úgy le. Úgy néz ki az ő kommunikációs eszköze, de nem azt jelenti, hogy be is fogja teljesíteni, hanem csak abban az esetben, ugye, hogyha ez egyáltalán marad ez az egész szövetség közte és az ő népek között, nyilván felrúgták a szövetséget, és így hát nem is volt értelme ennek az egésznek. Mikor rúgták fel? Mert ugye valószínűleg amiután átkeltek a Jordánon. Azt mondta a teremtő, hogy átkelnek a Jordánon. Meghalsz, mondta a teremtő Mózes. Na ez egy profécia. Azt mondta, hogy meghalsz, ezek meg elhagyják a szövetséget, ugye. De akkor ez nem az. Ez nem az, hogy egy profétát fog majd küldeni nekik, vagy profétákat. Az nem egy profécia. Nézd, miért lenne profécia, ha maga a szövegkörnyezet azt mondja, hogy bemutat kettő darab kommunikációs eszközt, és az egyik jó, ami a teremtő szerint való, a másik nem. Aztán persze, én értem azt, hogy te minden áron be akarod... Semmilyen áron én nem akarok semmit csinálni, én csak felolvastam, ami le van írva. Én nekem mindegy, hogy ez Jézus vagy nem, engem nem érdekel, majd hogy... Majd az lesz, nem? De én ezt nem is használnám, ezt a proféciát arra, hogy demonstráljam, hogy Jézus benne van az Ószövetségben, mert nincs szükség rá, van számos más, ami egyértelműsítő benne van. De ha akarod, belemehetünk ebbe is. Én csak azt akarom, de tényleg, nekem eszembe se jutott ez, hogy ezt használjam. De én csak azt akarom mondani, hogy ott tartunk, hogy ez nem egy profécia. Azt mondja, hogy így fog kommunikálni velük. Jó, akkor menjünk tovább. Így van, de ez nem egy profécia, hanem egy leírás, fog kommunikálni velük. Nem egy profécia, fog érteni majd a jövőben, vagy, hanem egyszerűen nyilván ez a... És hogy hogyan szerelünk autókat, azt elmondom, és akkor az nem azt jelenti, hogy profétálok, hanem csak elmondom, hogy a jövőben hogyan szereljük az autókat. Ha egyáltalán... Ez egy profécia, ha elmondod, hogy a jövőben hogyan fogod szerelni. A jövővel kapcsolatosan a mai napi beszéd. Tehát, hogyha mi beszélünk a jövővel kapcsolatosan, akkor folyamatosan profétálunk, érted? Nem, mert nem Jahuától jön. Ez a lényeg. Meg így szereljük fel az ajtót, akkor most profétálunk? Nem, mert nem Jahuától jön. Ezt mondom. Ha ő azt mondja, hogy ez így lesz, az technikailag a jövőre vonatkozó kijelentés. Ki egyáltalán te tudsz mondani egy embert, akit ő küldött, mint proféta? Azt mondja, hogy így fokon, azt mondja, figyelj! Azt állítod, hogy Jahua megígéri, hogy így kommunikál Izrael-le, nem? És Józsué, ennek ellenére Józsué. Senkit nem küldött, aki ilyen volt. Józsuét küldte. Józsué Mózesnek volt a segítője. Igen, de utána felavatták profétán, hogy volt. De hát mégse fogadjuk el, amit Józsué leírt abban a 24 fejezetben, nem? Az mégsem tartozik Jahua szavához. Józsuétől azt elfogadom, hogy tartozik a törvénynek könyve a te szártól, mint ahogy elfogadom tőled is, mint ahogy elfogadom Ézsaiástól is, meg mindenkitől. Tehát ezt elfogadom tőle. Aha. Mi az, amit nem fogadtál tőle? Hát
mivel maga az ő könyve nem a Tóra, tehát nem lehet egy lapra tenni a Tórával. De honnan tudod, hogy mi a Tóra? De honnan tudod, hogy mi a Tóra? Honnan tudod, hogy mi a Tóra? Hát a Tóra önmagáról beszél, amikor azt mondja, hogy az legyen az én szívemben, az... De hol van leírva, hogy Mózesnek van 5 könyve, ami a Tóra? Hol van ez leírva? A Tórában, hogy én ez a Tóra. Maga a Tóra, amikor beszél, akkor saját magáról beszél. Ez egy körkörös dolgot, érvelésnek hívják azért az a Tóra, mert azt mondja magáról, hogy az a Tóra. De nincs leírva, hogy Mózesnek van 5 könyve a Tórában, és ez a 1-től 5-ig ez csak a Tóra. Ez nincs leírva, vagy igen? Honnan szedette azt, hogy az első 5 könyv az Tórának hívják? Honnan jön ez a gondolat? Okay, akkor a kérdésem az, hogy van valaki, aki ezt másképp gondolja? Nézd, nekem volt egy kérdésem, aztán én megválaszolom ezt. Van egyébként, de a lényeg, mert ugye a Józsuét is hozzászokták számon többek közt, szóval nem csak az első 5 könyv, van, aki az első 6 könyvet számolja hozzá. De a kérdés az, hogy te honnan tudod, hogy az első 5 könyv neve Tóra? Nem ragaszkodok hozzá, Mózes tanításairól beszélünk. Nem ragaszkodok a névhez, engem nem érdekel a Tóra név. Miért van Mózes? Nem igen. De miért Mózes? Azért Mózes, mert ő az egyetlen olyan, akinek az írásait a Teremtő valamilyen módon hitelesítette. Ő az egyetlen olyan, akinek a könyvei vagy az írásai egyedülálló módon születtek. Sokkal más körülmények között születtek, mint a például Ézsaiás könyve, vagy akármelyik másik könyv. Nézd, ez mit számít? Úgy értem, hogy egyrészt mi a bizonyíték erre, másrészt meg te csak önkényesen kijelented azt, hogy azért, mert ez másképp született, mint Ézsaiásé, ezért hát az nem. Ézsaiásnak elmondta, hogy mit írjon le. Jeremiásnak elmondta kétszer, hogy mit írjon le. Szóval... Mondott te, hogy elmondta, meg mondja ő, hogy hát elmondta. Mondott te? Egyelőre ott tartunk, hogy mondott te, hogy Mózesnek elmondta. Én mellém ott van odaáll egy egész nemzet, ugye? Mert melyik egész nemzet? Nemzetet hívott meg tannak. Melyik nemzet? Sér? Melyik nemzet áll oda melléd? A Héber az izraelita nemzet. Kik azok? Nem tudom. Hát akkor mik állnak, hogy állnak melléd? De volt egy izraelita nemzet, igaz? Hát Jeremiás idejében is volt. Belevont egy egész nemzetet az üzenetbe. De mi a bizonyíték erre? Mi a bizonyítékod rá, hogy ez hitelesebb, mint amit Jeremiás írt? Ez a dilemma. Mivel bizonyítod, hogy... De mit mondanak a héberek? Nem is tudod, hogy kik azok, most mondtad. Persze, hogy nem. Hát de akkor... attól függetlenül megáll, mint él. Hát de hogy állna meg, ha nem tudjuk, hogy kik azok? Hogy bizonyítanak ők bármi? Létezett egy olyan nép, hogy izraelita nemzet, igaz? Szerintem. Létezett. Nem azok, akik ma vannak, de létezett. Nézd, én azt mondom... Ha nem lett volna igaz az, amit Mózes mondott, vagy amit csinált, vagy amik végbe mentek ott akkor, és amit ők átéltek, ha nem lett volna igaz, akkor szétszették volna Mózest is, a Tóráját is, és mindent. Mint hogyha én ma azt állítanám, hogy ezt a beszélgetést egész Magyarország hallja. Hogyha ezt állítanám, holnap már a szomszédnak mondanám, vagy valaki meghallaná ezt, hogyha holnap az RTL klubban... Nem érdekelne senki, de a lényeg az, hogy... Akkor ez lesülnék, felsülnék, te is, én is, mindenki, mert ez nem lenne igaz. Nem érdekelne senki, hogy ezt mondanád. Nézd, figyelj! Az, amit mondasz most, semmiféle bizonyítékul nem szolgál arra nézvés, hogy a mózesi tóra az hiteles. Egyáltalán semmilyen bizonyítékod nincs rá, csak te elfogadod. Önmagával bizonyítod a tórát. Ez a lényeg. Magyarul, amint egy külső ember, aki nem hisz a tórában, amint gondolkodás most én képviselek, egyszerűen csak azt mondja neked, hogy semmi bizonyítékod nincs rá, hogy a tóra hiteles. Mint ahogy nincs is. Azt fogod mondani, hogy de van, mert a Tórában vannak ezek az emberek. Nem számít, hogy mi van a Tórában. Nem tudod bebizonyítani külsőleg, hogy a Tóra hitele. Csak elfogadod azért, mert önkényesen úgy döntöttél, hogy te ezt elfogadod. Érted a lényeget? Ez a lényeg. Úgy értem, de te akarod megérteni, amit én mondok. Mondd el akkor még egyszer. De nézd, ha volt egy olyan nemzet, mint itt,
az Izrael nemzete. Ha volt. És hogyha ez a karakter, ez a Mózes belevonta az egész nemzetet, azt hazudta volna, hogy ez az egész nemzet így hallotta, ivalotta a 10 parancsolatot, úgy hallott, így mentünk át a tengeren, úgy izé. Tehát, hogyha azt hazudta volna a Tóra, hogyha több igazságtalanságot mondott volna, akkor az a nem... kipusztultak-e, vagy még van belőlük pár. De hogyha nem lett volna igaz ez az egész sztori, és hazudott volna, akkor ez a nemzet lemészárolta volna másnap ezt az embert. Hát mondod te, de erre nincs semmi bizonyíték. Ez egy feltétel. Ez hát egy bizonyíték. Ez nem bizonyíték, hát ez csak minden egyes mondat. Annyira erős feltétel, hogy 100%-ban megállja helyét. Nézd, amit mondtál az előbb, minden mondat úgy kezdődik. Annyira erős bizonyíték. Figyelj! Nem, várjál, egy pillanatot várjál, és utána elmondhatod. De mindjárt elmondhatod. Minden mondat, amit az előbb kiejtettél, úgy kezdődsz, hogy ha létezett egy ilyen Mózes, ha ezt mondta, akkor ők ezt csinálták volna. Ez eleve nem lehet bizonyíték. Én elhiszem, hogy a Tóra hiteles, nekem nincs ezzel problémám. Én csak azt akarom mondani, hogy te önkényesen kijelölöd, hogy mi az, amit elfogadsz, és mi az, amit nem, olyan érvekre hivatkozva, amiket önkényesen te elfogadsz Tórára nézve, de nem fogadsz el más írásokra nézve. Én ezt akarom demonstrálni azoknak, akik hallgatják, ha van egyáltalán valaki, akit ez érdekel. Hogy te, mint Tóra only, vagy csak Tóra, azt állítod, hogy van valamilyen bizonyíték a Tórában arra, hogy a Tóra hiteles, de ha én azt mondom, hogy Jahua, ugyanaz a Jahua, aki azt mondja Mózesnek, hogy írd le ezt, azt mondja Jeremiásnak, hogy írd le azt, az nem hiteles, mert mit tudom én mérni? Ami csak következetlen, meg képmutató. És ráadásul, amikor szó szerint kell érteni valamit, az nem úgy van mégse, de akkor ekkor meg úgy van, meg akkor meg úgy van. Szóval nincs ezzel semmi baj, amit mondasz, én csak azt mondom, hogy következetlen, az kész. És mindenki, aki hallja, az el fogja dönteni, hogy szerintem mi van. De mondjad, hogy mi a következő gondolat ezzel kapcsolatban. Nem csak ez az egyetlen egy dolog, hogy amiért nem fogadom el a többit, az többek között ugye, hogy a teremtő elmondta, hogy el fogja fordítani az orcáját tőlük a 31-32. Fejezetben. Ezek elhagynak engem, én meg elfordítom orcámat tőlük. Ezért hát én ennek a nemzetnek, vagy ennek a népnek az írásos hagyatékára nem vagyok kíváncsi, akitől a teremtő elfordította arcát. Kivéve, hogyha a Tóráról van szó, mert az ugyanannak a népnek az írásos hagyatéka, amire azt mondtad, hogy az a legnagyobb bizonyíték, hogy az a nép elfogadja. De a többit már nem vagy hajlandó, szóval ezért önkényesen kijelölöd, hogy melyiket fogadod el, melyiket nem. Érted? Most mondtad el. Az a néptől te nem fogadod el, amitől elfordult, de a Tórát elfogadod, pedig az ugyanaz a nép, akitől elfordult. Deme írja, hogy engedjük, hogy mi legyen, várjunk vele. Várjon. Akkor Deme, várjál már egy kicsit, légy szíves. Köszönöm. Mondja? Érted, Lórán? Azt mondod, hogy te nem vagy hajlandó elfogadni annak a népnek a bizonyítékát, amelyiktől elfordult Jahua. A másik oldalán a szádnak meg azt mondod, hogy elfogadod a Tórát, mert ez a nép azt állítja. És ez szerinted nem következett. Nem. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!